ez nem én vagyok, ez nem én, ez egy másik ember művelte ezt a sok mocsokságot. Én számból csak igaz történeteket lehet hallani. Sok műfajú alkotó, de valódi hivatásának a színházrendezést tartja. A 80-as években a Mikroszkóp színpadon és a rádiókabaréban a politikai témákat sem kerülve konferanciéként mondta magáért. 11 évig minden szombaton ő ébresztette az országot a napkeltében, és ő volt a heti hetes csúcskorszakának megmondó embere. Életének meghatározó szereplője volt édesapja, Verebes Károly színész. Feleségével a Zala megyei Bozitánél és a fővárosi József Attila színházban rendez. Az Arckép mai vendége Verebes István. Melyik az a helyzet? És tudom, hogy nagyon kötöttél édesapádhoz. 87-ben halt meg? Jól tudom, 87, ugye? 87-ben, igen. Amikor úgy nagyon szükséged lett volna rá, mondjuk az elmúlt 30 évben. Konkrétan soha nem volt szükségem rá. Konkrétan mindig megoldottam az életemet a szüleim segítsége nélkül, eltekintve attól, hogy 20 éves koromig nem kerestem pénzt. A szükség az azt jelenti, hogy ezt le is írtam valahol, hogy van egy téli kabát, ami lóg a fogason, és hogyha, hideg van, akkor majd felveszem. Nem volt soha hideg. De most már nincs ott a téli kabát. És állandóan félek, hogy ha jön a hideg, akkor ha magányosnak érzem magam, akkor érdekes módon kevéssé a feleségem és a gyerekeim hiányoznak, mert azok itt vannak, hanem az, hogy nem hívhatom fel az anyámat. Hogy nem mondhatom el az apámnak, hogy most ez történt. De el nem lehet mondani, hogy az milyen fontos, hogy az ember ne legyen árva. Tehát ahogy múlt az idő, jószerivel alig álmodom mással, mint a szeretteimmel, tehát a gyerekeimmel, a feleségemmel, és a szüleimmel és a nagyszüleimmel. Ők tartottak téged olyan tehetségesnek, mint amit te gondoltál magadról, fiatalon és hegykén és becsvágyon? Az apám kemény volt, hát az anyám zseninek tartott. Anyámnál én voltam a legbölcsebb, a legnagyszerűbb valaki, a legszebb. Azt mindig elmondom, amikor televízióban mondjuk, ha most látna ebben, akkor utána fölhívna és azt mondja, milyen szép voltál Istvánkám. Hát most nekem ki mondja ezt az anyám, aki... csak a feleséged anya. Biztos mondta, hát, nem mondja? Nem mondja. Tárgyilagos asszony. Az apám az egy évig készített a főiskolára, készített föl, a kis ujjamat is beállította, és akkor azt mondta, hogy azért csináltam, mert tehetségesnek tartalak, ugrom egyet. Amikor kikerültem a pályára, a diploma után rendeztem az első egész estés darabot az egyetemi színpadon. Ez a Madács Imrének egy nem nagyon ismert darabja, a Nápolyi Endre volt, és egy délelőtt egy főpróbán az apám megnézte. És elindultam a főpróba után kifelé, és az apám jött velem szembe, átölelt és elsírta magát. Kétszer láttam sírni az apámat, egyszer, amikor a nagyapám meghalt, egyszer itt. És ez nekem elég volt. Ez nekem diploma volt. Tehát, hogy az apám megértette, tulajdonképpen a főiskolai 4 évemről szólt ez a darab. A mit hibáztam és miben voltam helyemen.
És miután ez méltó volt ahhoz, amit ő gondolt az életről, ez a sírás ez erről szólt. Még egyet ugrom, nagyon nem kapott szerepet a Vígszínházban, és a Berényi Gábor lehívta szolnokra, hogy játssza el a adáshívában azt, amit a Páger. És már színész voltam én is, tehát már, de fiatal, hát ugye. És hogy nézzem meg, lementem szolnokra, megnéztem a főpróba első felét, ahol iszonyatosan rosszul játszott az apám. De nagyon rosszul. És a szünetben föl kellett menjek. Ott is a színpad járónál találkoztunk, mondom, most mit mondjak neki? És mit mondtál? Hogy rossz. Megmerted mondani? Nem lehet mást mondani. Ha tényleg komolyan veszem azt, hogy nekem fontos, hogy az apám jó legyen, vagy neki fontos, akkor nem lehet. Amikor rossz volt, ő is megmondta. Nem sértődött meg? Nem, hogy nem sértődött meg. Elmondtam, hogy szerintem mi a baj, és a második részben másképp játszott. Hát ezzel szerintem válaszoltál arra a kérdésre, hogy mennyire tartotta egységesnek. A te gyerekeid számára te vagy ennyire igazodási pont, mint neked volt az apukád? Annyira érdekes, amit kérdezel, a Vajda Mihálynak az önéletírását olvastam tegnap vagy tegnap előtt. És ő ír az apjáról, hogy mit jelentett neki az apja, aki egy gyönge ember volt az anyjához képest, de ő az apját szerette. És ahogy olvastam, az jutott eszembe, hogy az én gyerekeim vajon, vagy hogy őriznek meg engem, ha már nem leszek. De mit fognak mondani, hogy milyen apa voltam én? És szerinted mit? Elkanyarodom, de arra fogok válaszolni, amit kérdezel, mert nehezet kérdeztél. Én soha másért nem dolgoztam, mint pénzért. Ez mindig botrányos, amikor valahol mondom. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok örömöm volt a pályán, és nagyon komolyan veszem a hivatásomat, és csak azért dolgoztam, hogy én a szeretteimet biztonságban tudjam. A Biblia azt mondja, mi az élet értelme? Hát ez nem egyszerű. Sokasodjatok, szaporodjatok, mondja a Biblia. Én kapocs vagyok a szüleim és a gyerekeim között, az elődök és az utódok. Ez a dolgom. A többi az szafrang. Az, hogy én itt ülök, tőlem interjút kérnek, mert én vagyok a nem tudom én kicsoda, akkor én hirdetem az igét, meg népszerű vagy, ismert vagyok, vagy bármi vagyok, miniszterelnök vagyok, vagy amit akarsz. Érdekes. Ez a jó Istennek a vicce. És milyen kapocs vagy te apukád és a gyerekeid közt? Nézd, minden vitatható. Minden, amit csináltam, vitatható. Tetszik, nem tetszik. Jó volt, nem volt jó. Érvényes volt, nem volt érvényes. Talán az egy nem, hogy becsületes voltam, vagy nem volt becsületes, azt hiszem, hogy becsületes. Voltam én is elvtelen, de többnyire becsületes volt. Egy vitathatatlan, a három gyerekem. Az én három gyerekemre én nem tudom, hogy csináltam, fogalmam nincs, de én nagyon kihúzom magam. Nekem olyan három gyerekem van, akire büszke lehetek, akit soha szégyenkeznem nem kellett. Amikor azt mondtam, hogy én 30 millió forintot öltem bele abba a három évbe, amikor a nagyfiam Angliában tanult. Hát most, miért kell ezt mondani? És micsoda kivagyiság ez, hogy... Én ezt példának mondom. Én azt mondom, hogy oda tettem a tőkét, ahol én biztos voltam, hogy az kamatozni fog. A gyerekemre költöttem azt a pénzt, amit megkerestem. Amikor a feleségemnek mondtam, hogy a nagyfiamat egy olyan egyetemre irattam be, amire vágyott, és amit én megígértem neki, akkor az én Ágnes feleségem, akinek egyébként semmi köze nincs ehhez a fiúhoz, mert nem az ő gyereke, mondom, ez nagyon sokba fog kerülni. Én mindent meg fogok tenni, hogy megkeresem a pénzt. Azt mondta az én feleségem,
akkor összehúzzuk magunkat. Ezért vagyok 22 éve együtt vele. Azt mondtad egy interjúban, hogy te mindig olyan nőt választottál magad mellé, aki kellően toleráns a te szörnyűségeiddel szemben. Téged nehéz elviselni? Hát végül is nem olyanokat választottam, mert három nem volt toleráns. Hát de egy ideig az volt. Hát egy ideig könnyű. Hát élete végéig legyen toleráns. Nem voltak toleránsak, nem volt könnyű nekik. De miért vagy te nehéz partner? Miért vagy te nehéz társ? A Kánya Kati azt mondta, amikor már elváltunk, kivel mai napig jobban vagyok, azt mondta, az elviselhetetlen, amikor te ülsz, hallgatsz, és elektromosságot bocsátasz ki, mint egy rája. Ugyan fenyegetően tudsz hallgatni. Ezt mondja a mostani feleségem, Ágnes is, hogy az a legrosszabb, amikor hallgatok. Meg én azt hiszem, hogy ez a nagy pofájúság, hogy itt mondom neked, meg fogalmazok, meg megvan a műsorom, ez emögött egy nagyon komoly introvertáltság van. Introvertáltság? Nem is gondoltam volna. De. Kivel szembe vagy? Ez alapképlet? Ezért írok naplót. Uh-huh. Ezért írok naplót. Mert vannak olyan dimenziók, olyan tartományok, ahova a büdös életben nem engedek be senkit, de most már nem maradhat bennem. Ezért kiírod? Nem, impulzív vagyok, nem vagyok indulatos, impulzív vagyok. Tehát ha látom a Havas műsorát, hallom, itt volt nálad, igen, akkor felháborodom, azt mondom, hogy ez az ember az én barátom volt. Ez az ember a legjobb riporter volt. És én ismerem az erényeit is. De kibírhatatlan a képernyő. Leírom, legyen nyoma. Nem fogják kiadni, és amire kiadják, addig se a Havas nem él, meg sem én. És amikor leírod, akkor ki is megy belőled a feszültség? És ez az indulati töltet? A feszültség az igen, ez a kis feszültség igen, hogy tehetetlen vagyok. Nem mondhatom azt a képernyőt, hogy könyörgöm, Henrik, légy egy kicsit udvariasabb a nőkkel legalább. Hagyd a rangos Katit kibeszélni. Miért hívod oda a rangos Katit, hogyha mindig így csinálsz? És a rangos Kati miért megy oda, hogyha neki mindig így csinálsz? Viszont azt mondod, hogy aki neked egyszer a barátod volt, azt mit táplálhatja, és te magad se cáfoltad ezt, hogy azért te sértődékeny vagy, baráti viszonyokban is? Azt nem tudom, hogy sértődékeny vagyok, én magamat nem tartom annak, de ettől még lehet, hogy én annak tűnök, sértődékenynek tűnök. Nagyon hosszan tudom húzni. És aztán jön egy mondat, mindig egy mondat. Mondat? Jön. Mondat, mindig mondat. Tehát az, hogy hátam mögött megfúrnak, vagy egy lehetőségtől elesem, az nem. De ha van egy mondat... Mire irányul az a mondat? Valami olyanra, ami vagy hülyeség, vagy igazságtalan. Most nem akarok idézni neked, de a közelmúltban is volt pár ilyen, és akkor elszakad a célna. Milyen készséged, vagy képességed kell, hogy kétségbe vonják, hogy te így robbanj, és elvágj egy ilyen barátságot? Egy próbán a jó szándékomat, egyébként meg a tisztességemet. Sok ilyen volt, hogy ezt kétségbe vonták? És olyan, akitől nem vártad? Nem. Nem volt sok. Ha megsértődsz, akkor az egy életre szól? Sajnos nem. Tehát azért megbocsátasz. Azt mondta Bártfai, az én tanárom, Bártfai megbocsát, de nem felejt. Mert azon gondolkodtam, hogy Hernádi Judit, Gálvölgyi, Farkasházi, Sas, ezek az emberek közel álltak hozzád. De nem voltak a barátaim. Nem voltak a barátaid? Nem voltak a barátaim. Egyik sem volt a barátom, munkatársam volt, vagy osztálytársam. Barátom nem volt, egyik sem. Nem kell feltétlen konkretizálni, de velük hogy tudtál így eltávolodni, hogy azért szoros szövetségben dolgoztatok együtt? Mondatok. Gálvölgyivel végül is
kiegyeztem, akkor, amikor a mikroszkóp igazgatója lettem, akkor azt írtam egy levelet neki, hogy bár nem vagyunk jóban, de a színház ajtaja nyitva áll, mert a kvalitásait tekintve ez a színház őt be kell, hogy fogadja, és állok a rendelkezésére, és akkor úgy kiegyenlített. Megmondom, hogy mi volt a Gál Völgyivel. Amikor a Heti Hetest ott hagytam én, akkor azt nyilatkozta, hogy Verebes a gimnáziumban, mert osztálytársak voltunk a gimnáziumban, Verebes a gimnáziumban Verébnek hívtuk, de most ő egy Geréb. Ha ez neked fájt, már pedig fájt, mi nem hívtad fel? Azt mondtam, hogy Jani, te nem tudod, mit beszélsz. A Geréb az áruló. Az a sajátjait elárulja. Vagy nem olvastad a Pál utcai fiúkat. És erről mit mondott? Hát, hogy ezt nem tudom már, mit mondott. Biztos nem mondta, hogy igazam van. De ezek nem fájnak neked, hogy ezek ilyen elintézetlenek, csorbák, ami egykoron működött? Hát azért fontos tartozékai voltak az életednek, ha nem is olyan mértékben, mint mondjuk Kern. Azt mondja a Bicska Maxi a Kordus operában, ebből is tanulhatsz. Nem fáj, miért fájna? Hát ha ez egy mondat neked fájt, akkor véletlenül akkor nem vártad tőle korábban. Azt mondta nekem az én barátom, a Vajda Kati, amikor elmondtam, hogy ez volt, ez a kapcsolat volt, hogy házasság, kiléptem az ajtón, és meg tudom mutatni a gangon azt a követ, ahol már nem volt semmi bajom. És azt mondta, és ebben nagyon igaza volt, azt mondta, óriási mázlit, hogy te gyorsan gyógyulsz. Én nagyon gyorsan gyógyulok. Nincsenek nosztalgiáim. A feleségemmel megyünk a Dohány utcába a ház előtt, ahol 40 évig az édesanyám lakott, meg én is. Azt mondja, ilyenkor mire gondolsz? Semmire. Itt laktam 40 évig. Ez alkati sajátosság, vagy azért tettél érte? Hogy a rosszat nem. El, azt ne. Lezárul egy dolog. Egy művésznek, mondjuk, tegyük idézőjelben, vagy vegyük ki onnan, a mozgás a lételeme. Megy valami, aztán véget ér. Jó volt a Heti Hetes, addig, kész, viszontlátásra. Anyagilag nagyon hiányzik, de egyébként nem. 11 évig voltam a Naptévében, jó volt, nem bánkodtam, mikor vége van. Egyszer vége van, egyszer az életnek is vége lesz. A dolgoknak vége van. Az élettől is ilyen könnyen tudom azt tudomásul venni, hogy véget ér? Nem könnyű, hát én nem azt mondom, hogy könnyű, de tudomásul kell venni. Tudomásul kell venni, fel kell készülni rá, és én azt gondolom, hogy úgy kell meghalni, hogy ne legyen adósságom. Most nem pénzbeli adósságról gondolom. Ilyen értelemben nincs restanciád, nem érzed, hogyha bármikor, ne adja jó Isten, bármikor történne veled valami. Azt hiszem, hogy talán ebben teljesítettem, hogy nincs. 70 éves leszel ugye jövőre. Jövőre. De ez már 70-edik. Már 70-edikbe vagy. Borzalmas. Borzalmas? Hát borzalmas, mert azt mondja, 50 az rémes volt. Az volt nekem a rémes. Már tudtam, hogy visszaszámlálás, meddig leszek még férfi, stb. Stb. És aztán ugye 50, 60, azt megszoktam, 62, 68, 69, 70. Hát ez úgy jött, mint a villámcsapás. Mindjárt 70. Hát azt mondja, Miben vagy más, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt? Mint a kamasz évém? Hát nem, kamasz évém 40 éves korodban mondjuk. Ami mondjuk még téged más is meglep. Más nem vagyok, és el kell mondanom, hogy 18 éves koromban, amit a világról gondoltam, azt gondolom ma is, csak nem olyan bátran. De azt éppen a Ágnesnek, feleségemnek mondtam, hogy igazán én két dologtól lettem felnőtt. Tehát én 40 valahány éves koromig, amíg nem lettem színházigazgató, gazdája 130 embernek, és amíg nem találkoztam vele, addig én nem voltam felnőtt. Mi hiányzott belőled a felnőttséghez, mondjuk Ágnes felelősség. Előtt? Felelősség. Figyelem. Rend. Rendszeretet. És erre Ágnes szoktatott rá? Méltányosság. A másikra való odafigyelés. De akkor Ágnes lehetett olyan fontos, mint a többi nő, nem annyira, lévén, hogy megemberelted magad, nem? Nem, hanem
nekem lett olyan fontos az Ágnes. Azt mondom, igen. Nekem lett olyan fontos. Tudod, mire gondoltam, hogy a felnőttség kapcsán és a te fordulópontod, az két momentumhoz lesz köthető, de ezek szerint a feleséged említette is. Nagyon elfáradtam így előre ülni, pedig ha így vagyok, akkor ez olyan nagyon nagy képűnek hat. Nyugodtan, ahogy neked kényelmes. De nem, mert akkor ezt akkor még azt nem. De mindegy, csak azért döltem hátra. Nyugodtan, közben. Nyugodtan. És én két fordulópontot vélelmeztem, hogy ezt fogod mondani. Az egyik egy Erdődi nevezetű barátod öngyilkossága, hogy talán akkor... Erdődi. Így van. Igen. A másik pedig egy nagyon jó barátod fiadnak a halála. Az két villámcsapás, mind a kettő villámcsapás volt. Az egyik fiatal koromban Erdődi Kálmán színésznek a fogadott fia Erdődi Feri, aki egy nagyon tehetséges ember volt, és mindig mondta, hogy öngyilkos lesz. És akkor mindig vele voltam, vele maradtam, hajnalig, és hazakísértem. És ez volt 4-szer, 5-szer, akkor 6-szor hazakísértem, akkor utána bevett annyi gyógyszert, hogy már nem, már tényleg öngyilkos lett. Hány éves voltál te akkor? Én voltam 19, és ő volt 21. Hát azért 19 évesen ez egy embernek eszelős nagy melbevágó, falrengető élmény, nem? És ha elmondom neked, hogy hány közeli barátom lett öngyilkos, nagyon szomorú. Köztük az Orosz Pista, akivel együtt írtam musicaleket, zeneszerző fiú. Ilyenkor az emberbe nem kunkorodik a kérdőjel, hogy vajon megmenthettem volna őt, vagy őket? Nem kért segítséget egyik se, és nem figyeltem fel rá. Az Orosz Pistánál például ma sem lehet tudni, hogy miért lett öngyilkos. A lánya sem tudja, ki a keresztlánya egyébként. Máig nem tudják, hogy miért. A második pedig az átrendezett engem. Milyen értelemben? Hogy semmi más nem fontos, csak a gyerekeim. Hogy se karrier, se pénz, se hírnév, se semmi. Süt a nap, esik a hó, fölhívom a gyerekemet, jól van, menjünk tovább. A kisebbik fiam ugyanúgy Londonban tanul, mint a nagyobbik, most ott jár egyetemre. Semmi más, csörögjön a telefon, jól vagyok, szevasz, örülök. A többi nem érdekel. Illetve érdekel, mert a önbecsülésem elvisz odáig, hogy valamit bent teljesítsek, de ha le kell mondani, hát most itt van, lemondtam a cigarettáról, hát akkor mi van? Most lefogyok majd, és gyönyörű leszek decemberre. Mennyit kell, mennyit akarsz lefogyni? Nem sokat, 20 kilót. És az 3 hónap alatt azt mondod, hogy ez egy teljesíthető pénz? Lehet, igen, lehet. Azt mondták, 15-öt lehet, az már valami. Mi diktálja ezt a fogyókúrát? Önbecsülésed miatt kell, az egészséged miatt kell, hiú vagy esetleg, az is lehet. Sok minden, ami a fegyelmezetlenség. Ez megint fegyelmezetlenség. Ami azért van még bennem. A feleségemmel fáradni kezdett a házasságunk. Észrevétlenül, neki is nagyon sok munkája van, nekem is nagyon sok munkám, távol voltunk egymástól, és ő egyszer csak, ő egy nagyon, nagyon önmagára nagyon adó valaki, intellektuálisan is és külcsímben is. És ő felszedett valamit és elkezdte leadni. Őszintének kell lenni? Igen. Megijedtem, hogy valakinek fogy le. Én meg itt vagyok kövéren, undorító módon. Lehet, hogy ez valakinek fogy le. Féltékeny lettél. Nem féltékeny vagyok, hanem megijedtem attól, hogy elvesztem esetleg. Hát mondom, ezt nem lehet. Vissza kell szereznem magamnak, hogy... És... Úgy tűnik, hogy ez sikerült. Régen képes voltál... De egyébként nem annak fogyott le, hanem, mert ezt azért kivallattam. Gondoltam.
Korábban te ilyesfajta áldozatra képes lettél volna egy nőért? Milyen áldozatra? Lefogyok 20 kilót 3 hónap alatt. Igen, persze. Persze, hát ha nagyon fontos volt nekem az a nő, hát nagyon sok mindenre. Hát, hadd mondjam azt, hogy a kapcsolataimban azért én azért rendesen idomultam, amíg lehetett. Mondjuk a nők nagy százaléka, de a férfiak százaléka is azt hiszi, hogy a szart, amit megvett a csomagba, azt le lehet hántani az életről, nem lehet. Tehát az ugyanúgy Evelt headset megvásárolni, lehet tompítani. Ami az érdekes, hogy az első olyan nő az életemben az Ágnes, aki úgy tud alakítani, hogy nem akar. Ha meg akarnak változtatni, akkor az ember Dafke azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Önkéntelenül attól, mert egy nagyon liberális gondolkodású valaki, önkéntelenül azt mondom, ha ez neki jó, akkor nekem is jónak kell lenni, akkor ebben a dologban nekem teljesítenem kell. Ha ő színházba akar járni, amit én már halálba unok, mert csak olyan vagyok, mint egy autószerelő, aki egy autó alá benéz, és tudom, hogy mi a baj, akkor elmegyek vele színházba. Akkor jó. Én már nem akarok utazni sehova, mert bejártam a világot, mert egy lusta vénember vagyok. De ha ő akar menni, akkor vele jól érzem magam. Ez nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog szerintem egy olyan ember esetén, aki azért hát elfogyasztott pár nőt. Ez nem titok rólad. Hogy? Tehát, hogy azért nagy, hogy mondják, nagy kanála letted az életed nők tekintetébe. Hát szerettem a nőket. Azt mondtad egy interjúban, hogy volt olyan másfél-két év az életedben, amikor Szombati Gyulával nem fordult elő olyan este, hogy ne jelentetek volna meg a Moulin Rouge-ba a táncos nők miatt. Hát az természetes. Minden este ott landoltunk, hát mert fiatal emberek voltunk, és Benedek Micu is jött, meg még sokan, Benkő Péter sokat, és csak elmondok egy történetet, hát mert 3 forint 40-ünk volt, tehát nem volt pénzünk. Bementél, és a csajok, pont szembe volt a plac, és ott a csajok már lopták a nyitóképben, és hát mindegyik táncos nőt ismertünk, és így is ismertük, meg úgy is ismertük, és egyszer mentünk, és a Micu, Benedek Micu egy kicsit be volt állítva, kalap, sál, és kompániába beálltunk, és szembe a csajok emelgették a lábukat, és azt mondta Micu, egy szekérderék rozsát a művésznőknek. És a csajok úgy rögtek, hogy szétesett a tárckép, mert tudták, hogy 3 forint nincs a zsebükben. Hát ilyen volt, de jó volt. Jó volt? Jó volt. Mit kerestél te akkor, Isten igazából? Azon túl, hogy jó nőkkel akartál közelebbi viszonyba kerülni. Csak ezt? Csak ez érdekel? Dumáltunk, levezettük a feszültséget. Nem tudom, mi volt a jó benne. Mondém volt, laza volt. De én úgy elsősorban a nőkre gondoltam, hogy volt azért neked egy olyan korszakod, amiből a kiégés közeledett a végén. Tehát, hogy az annyira súlyos volt? Igen. Bele is betegedtem, mert ez nem én voltam. Ez a kompenzáció volt, a hiúságom volt. Mit kompenzálta? Tulajdonképpen 2 házasságom között volt, tehát a második és a harmadik között, amikor ilyen a promiszkuitásnak egy ilyen ragája elkapott, és úgy látszik, hogy a nők ezt megérzik, nem mondott nemet, alig mondott nemet valaki. Ezt mivel értette? Az arroganciával. Arroganciával? Erőszakos arroganciával, hogy azt mondtam, hogy nálam az szó. És rendre bejött? 10-ből 9-szer. Nyilván tudtam, hogy hol kell mondani azért, azért arra volt orrom. Sok nőt, bár én avval nyugtatom magam, hogy minden nővel azért feküdtem le, mert azt hittem, hogy ő az igazi ő.
a nők iránti becsülésem, hogy egyiket se aláztam meg. Tehát amit lehetett, amit egy férfi méltányosságban adhat, azt én megadtam. Ezért mondjuk rossz hírem nem is volt a nők között. De fájdalmat okoztam adott esetben. Mivel? Lehetett, hogy az egyik megkedvelt. Azt gondolta, hogy ebből lehet valami. Pontosan azért, mert nem bántottam, hanem inkább hódoltam, inkább kiszolgáltam. Ugyanakkor azt mondod, hogy bele is betegedtél. Ezt elmondható, hogy mi történt? Nem, abban sok minden belejátszott, de ez is. Az egybeesett avval, hogy rettenetes, hogy mit dolgoztam. Egybeesett avval, hogy jött a rendszerváltozás, és láttam, hogy itt mi készül, és ebben igazam lett. Meghűültek az emberek, megvadultak. És belejátszott az, hogy ez nem én vagyok, ez nem én, ez egy másik ember művelte ezt a sok mocsokságot. De ezek mocsokságok? Micsoda? Ezek mocsokságok? Mocsokságok. Erre értetted azt, hogy a vétkek nem ledolgozhatók? És téged ez nagyon bánt? Nem, erre is. A vétkem ebben az, hogy a gyerekeim anyját megcsaltam többször, de sokkal nagyobb baj, hogy nem figyeltem oda rá. Ez nem ledolgozható. Ezt nem tudom jóvá tenni. Nem akarok sebeket tépkedni, de ugye őt elvesztettük, tehát ő nemrég és aztán ennek a következménye, már amikor én meg akartam menteni azt a házasságot, meg akartam menteni azt az embert, de ott már olyan tudattranszformáció volt, mondjuk ki alkoholizmus, ahol én már engem már elgyűlölt maga mellől, tehát még barátként se, jó akaróként se, és messziről sem tudtam segíteni, és egy adott pillanatban belátta, hogy már nem tud kommunikálni se a gyerekével, se az unokájával, se a mamájával, aki akkor 100 éves volt. És hát nagyon sajnálatos, hogy öngyilkos lett. Nagy fájdalom. Mondom, az ebbeli bűnöm kigyónható, de jóvá nem tehető. Azt mondtad egy interjúban, hogy 40 éves korodik, te nem hitted el, hogy egy nő szerelmes lehet beléd. És ezt Kányok Atánál vetted észre először. Ma mondtam egy próbán. Na tessék. Ma mondtam a Rékasinak és a Pikali Gerdának, hogy egy értelmiségi, az soha, a darab is erről szól, az soha nem fogja elhinni, hogy, mert az értelmiségnek a lényege a kételj. Az soha nem fogja elhinni, hogy vazze, hát nálhogy szerelmes belém. Havas mondja, Friderikusz is azt mondja, Friderikusz nagyon jó barátom, az egy szerelmes belém. Sanyi, biztos? De ő úgy gondolja, hogy egy olyan valaki, akiben lehet szerelmesnek lenni, én soha nem gondoltam. Miért nem? Mert nem gondolom azt, hogy én vagyok a legjobb rendező, mert nincs olyan önreflexióm, hogy én vagyok a legjobb színész, nincs olyan önreflexióm, hogy én vagyok a legjobb az ágyban, mert lehet más is jobb. Szoktam volt mondani a mellettem élő hölgyeknek, el lehet menni, ki lehet próbálni valakit. Ha nem válik be, vissza lehet jönni, ha még itt vagyok. Nem principium a saját férfiasságom, a saját szakmai tudásom, a saját eredményeim, erényeim. Ezek, miért kell nekem tudomásul vennem, hogy a feleségem szerelmes belém? Az ő magánügye. Hogy én szerelmes legyek belé, az a fontos. Ez milyen érdekes? Ezre még soha nem gondoltam. Hát az ember hiú. Óhatatlanul hiú. Nem azt keresi elsősorban, hogy mennyire szeret a másik. Mellettem van.
mellettem van, és amikor átölelem, akkor nem tud hazudni. Ha ő más szeretne, akkor nem ölelne úgy vissza. Viszont tudomásom szerint azért te nagyon sokáig vívottál a külsőd miatt. Azt mondtad, hogy rettenetesen irigyelted a Balázsovicsot, a Lukácsot, a Robert Redfordot, mert te alapvetően nem tartod magad szépnek. Erre jól emlékszem? Erre annyira tudozattál? Tarthatom? Nem tartom magamat szépnek. Ahogy azt Kalmár Péter barátom mondja, nekem mindig be kellett dumálnom magamat a nők lába közé. Jó, akkor ez volt a titok. Mi? Ez volt a titok az arroganciával együtt. Hát persze, meg a nők, azt hiszik, hogy a nőknél fontos a méret, meg a biceps, meg a kockás has. A nők egyet nem szeretnek, unatkozni. Azt nagyon nem szeretnek. És egy férfi unalmas, akkor lehet olyan szép, meg olyan bájos, nem kell. Ha buta, nem kell. A buta férfi csak buta nőnek kell. Hogy mondjam, szoktam mondani, hogy nem volt még panasz rám. Tehát ez azért valami, az azért van. Nagyon fontosak a nők. Az én életemben nagyon meg is készülök megírni. Ezt akartam mondani, akár hiszed, akár nem. Készülök megírni, mert nincs kettő közülük, de a gyerekkoromtól kezdve, tehát a óvodás első csók, ami elcsattant a filmmúzeum Adi moziban, gyerekszerelem, nincs kettő, aki egyforma lenne. A nőknél érdekesebb a világ. Én például megőrülök, ha nincs nő egy produkcióban. Hát a rendező asszisztensed mindig nő? Az nem lehet a másik. Az nem lehet férfi, csak nő. Hát akkor kinek rendezek? Ja, neki rendezek? Hát ki csodál engem? Egy férfi nem fog azt mondani. Hát miket mond? Hát milyen fan? Hát ott ül az asszisztens. Azért kell, hogy egy nő azt mondja, hogy jaj, de jót mondta. Ugye? Mondom, igen. Ez megint a híjúság, de nem. Te mondd, és azt mondtad, hogy itt őszintének kell lenni, igaz lelkedre. Bánt az téged, hogy kitüntetések tekintetében nem halmoztak el? Ha körülnézek, hogy kik miért kaptak kitüntetést, akkor nem. 35 éves voltam, amikor azt mondtam, 34, amikor a Marton Figyesnek azt mondtam, ha nem kapom meg a Jászai díjat, fölmondok a mikroszkópban. Akkor a Marton Figyes elintézte, hogy én kapjak. Akkor még fontos volt. Jól esett volna, amikor volt teljesítményem. Tehát amikor valóban a közfelfogás szerint, a szakmai közfelfogás szerint valamit teljesítettem. Ez szerinted rég volt, és ma már nincs így? Ez akkor toppon volt. Ez mikor volt? Melyik ez az időszak? Ez a 90-es éveknek a közepén mondjuk. Akkor miért nem kaptad meg? Mert vagy az egyik volt hatalmon, vagy a másik, és én hol az egyiket illettem a véleményemmel, hol a másikat. Kétszer felterjesztettek. Tudomásom szerint. Valakitől tudom. Aki ott van a tűz közelében, és mondta, hogy a Fidesz. Hát mi terjesztettük fel magát is Kossuth díjra, először is nem ők, hanem valaki, és bekerültem. Mondom, és tetszik tudni, hogy megkaptam? Tetszett hallani? Én nem vagyok a mainstreamnek alkalmas valaki. Én mindig léptem olyat, amitől az én függetlenségem megmaradt, hogy ne zabáljon föl egy kánon, egy mozgalom, egy stílus, egy trend. Én ezt mind értem. De te mondtad az interjú során legalább háromszor, hogy egy hiú ember vagy. Egy hiú embernek nem fontos az, hogy legalább érdemes művész legyen? Az a hiúság kielégítése, hogy plecsni ide van rakva. Egy szelete. De fontos. Dehogy fontos. Nem fontos? Ugyan már.
Hát mit fontos? Az a fontos, hogy odajött hozzám egy nő, pár napja metró aluljáróban, és azt mondta, művész úr, én a József Attila Színházban bérlő vagyok. A maga rendezéseit 5 méterről meg lehet ismerni. Köszönöm szépen. Ez fontos. Az. Ez fontos, de az, hogy most nekem Áder János, vagy Gönc Árpád, vagy bárki, vagy a Gyurcsány, vagy a Orbán lejattól, és azt mondja, hogy te vagy a nagy színe, honnan tudja? Honnan tudják ők, hogy én milyen vagyok? Hogy jönnek ahhoz, hogy eldöntsék, hogy én jó vagyok, vagy rossz? Hol az a szakember, hol az a szakgárda, akit nem ők választanak ki, hogy kiválasszák azokat, akik nekik kedvesek? Hogy jönnek ők ahhoz, hogy engem értékeljenek alá, vagy fölé? Én ezt elfogadom, és igazad van. De te saját magad megítélése tekintetében, és most beszéljünk a színházrendezésről. Az hogy? Hogy látod? Tehát amikor úgy végig gondolod, és ezzel kezdtük, hogy a gyerekek vajon mit fognak kiemelni? Valónak szoktam mondani, mert neki van egy ilyen aserfóbiája, hogy meg kell ugrani, mert az aser fantasztikus. Fantasztikus rendező. És mindig mondom, hogy Péter, az aser nagyon sok mindent tud, amit se te, se én. De te is, meg én is tudunk nagyon sok mindent, amit az aser se tud. Te mit tudsz? Mi a te, mondjuk, legnagyobb erényed színházrendezőként? Nem az aser ellenében, vagy a való persze, ellenében. Persze. Amire igazán biztos. Én azt hiszem, hogy 50 éve folyamatosan tanulom a szakmát. Tehát a szakma tudásában azt hiszem, hogy nincs szégyelnivaló. Kifutottad te azt a pályát színházrendezőként? Amit talentum? Igen? Alig van olyan darab, talán nincs is, vagy ne, ha van, nem olyan fontos már, amit az... Azt most még de megcsinálnám. Minden olyat megcsinálhatnám, ami érdekelt, ami örömet okozott. Még annál is, hát gondolom, ezt 120 előadást rendeztem életemben. Ez borzasztó sok, és abban a Csárdás királynőtől, a kabaréig, a Csehov és Shakespeare daraboktól, az amerikai, angol száz darabok, ami el tudsz képzelni, gyerekdarab, konferáltam cirkuszban, és léptem föl Hordón. Ebből hányra mondod te azt a saját mércét szerint, hogy ez baromi jó volt? A saját mércét szerint. Azt mondom, hogy mi az, ami nekem fontos volt. Hány olyan előadás van a 120-ból? Igen. Mindegyik fontos volt, de mire azt mondom, hogy ott valami olyat találtam el, amit nem biztos, hogy más eltalált volna, ha nem én rendezem, olyan van 5-6. A soknak számít, vagy kevésnek? Elégnek. Elégnek? Elégnek. Elégnek. Például színészként is ugye már nem nagyon szeretek színpadra lépni, de remek szerepeket játszottam. Egy szerep valamiért érdemes volt a pályára menni. Azért érdemes volt. No, melyik? A Dostojevszkijnek az Ördögökében, az Asher rendezett Kaposváron, véletlenül megkaptam egy szerepet, mert a Cserhalmi tyutyú lemondtam el forgatott, és nem tudtak máshoz fordulni, és engem visszahívtak Kaposvárra az Asher. Ez egy olyan előadás volt. Ott a végén meghajolni azt mondtam, na, ezt vigyétek haza. És utána már nem is volt több vágyam. Utána már hobbivá vált a dolog. Nem szerettél Isten igazából színész lenni? A soha nem kötött le annyira? Illetve 8 évig igen. A diplomosztásán 8 évig. Aztán rájöttem, hogy én nem. A Nádasdi mondott erre valamit. Először csak Kern apukája mondta, Pista bácsi, aki bűbáj ember volt, már főiskolán azt mondta, hogy nézlek téged a színpadon, és mindig azt érzem, hogy egy másik verebesül lenn, és mondja, hogy te mit csinálj. Pontos. Nagyon értett a színházhoz. Mi hiányzott? A személyér mességed volt gátja sok mindennek? Hát így is lehet fogalmazni.
Volt egy darab, amit Miskolcon játszottam, a Telihai meg a Faragó Zsuzsa direkt nekem dolgozt, egy Szépernő áramlevelű lókere, és abban volt egy mondat a végén, akkor voltam olyan 50 éves, vagy 50 valahány, nem, 50 voltam, 48. Éppen abban a korszakban, amikor már nem volt feleségem, és még nem volt, és az volt a mondat, hogy úgy látszik, hogy most már több bennem az ember, mint a férfi. És ez a mondathoz el kellett jutni az előadás során, és én mindig belepusztultam, hogy ezt a mondatot őszintén mondjam el, abban az állapotban is, olyan hitelesen, ahogy én azt gondoltam. És akkor azt mondtam, mi köze van ennek a 600 embernek ahhoz, hogy nekem mi a legnagyobb bajom? Hát hogy jövök én ahhoz, és hogy jönnek ők ahhoz, hogy belém lássanak? Ezért vagyok én mindig rendező, hogy úgy mondom el a bajaimat, hogy közben engem nem látnak. Én kommentátor vagyok. De ha nem úgy mondom, akkor mi a fenének megyek a színpadra? És ez a konfliktusom, ez, hogy majd én úgy mondom el a titkomat, hogy nem lehet rám sütni. Az Erzsébetvárosra, amit rendeztem, a Kovács Adél játszott benne egy szerepet. És beálltam egy előadásra, és irgalmatlan jól játszott. Egyszerűen is jól játszott. És a közönség, éreztem a feszültséget, hogy az Adél hogy fogja őket. És akkor magamban azt mondtam, hogy ti azt hiszitek, hogy ez a Kovács Adél. Ez én is vagyok. És ez egy morganatikus erő. Nem nekem kell kivallanom valamit, hanem adaptálhatom. Ez a legnagyobb élvezet az egész rendezésben. Mikor fölnyitottam az önéletrajzi könyvedet, az azzal kezdődött, hogy a Hamlet egyik idézet, a te kedvenc idézetet. Állj meg, s felejt ki vagy. Ezzel egyszer is, mint útmutatást adott arra vonatkozóan, hogy egy színházi előadásnak mi a feladata. Jó, menj tovább. És egy beszélgetés végének is ez, hogy erre most arra kérlek, hogy válaszolj. Ki vagy? Tehát 70 évesen az ember azért valamilyen szinten azt hiszem, hogy nagyjából egészében elkészíti a mérleget. Hát én egy járókelő vagyok, szerintem, akinek a legfontosabb, hogy apa, hogy társ, és mellesleg mindenfélével foglalkozik, legfőképpen színházzal. Apám azt mondta, lehet, hogy nem csináltam karriert, de nem lett könnyes senkinek a párnája miattam. Most én meg elmondhatom, hogy a magam szempontjából karriert csináltam, már amennyire Magyarországon az én pályám karriernek számít, de hát annak, mert hiszen meghívtál, és esetleg néhányan kíváncsiak arra, és megtisztelő, ha kíváncsiak arra, amit én itt nem fecsegek. De azt hiszem, hogy szándékosan miattam sem lett senkinek könnyes a párnája, vagy ha igen, akkor hajlandó voltam megbűnhődni érte. Köszönöm. Én is köszönöm a kívást.